valamikor Borsod Nádasd története tulajdonképpen két ellentétes rész, a telep és a falu történetéből állt. Amikor én még általános iskolába jártam, ez az ellentét érezhetően megvolt. Én magam a falusi iskolába jártam, a telepi gyerekek a felső iskolába. Ez mindig is jelentett számunkra valamit. Még akkor is, amikor egy futballmeccset lejátszottunk egymás ellen, és talán ez volt a legnagyobb öröm, hogyha meg tudtuk verni a telepieket. A felszabadulás után már a gyári dolgozók egy része is lenlakott a faluba, de a telepen lakók szinte döntő része lemezgyárba dolgozott. A faluba ekkor még hát az úgynevezett parasztok laktak. Az én édesapám is gyári munkás volt, bár itt laktunk lenne a községben, de én nekem még élményszámba menő volt, amikor a kisvonattal fölmentünk a lemezgyárba, vagyis a telepre. Hát órára megyek a lemezgyárba, édesanyám sírva néz ki utánam. Sírhat anyám, sírva tesz a nádasdi vasgyár. A tervad el, mind a falusi kislány. Véleményem szerint az ellentétek azok onnan származnak, hogy amikor ezt a gyárat megindították 1864-ben, akkor behoztak ide munkásokat. Szóval jobbágyokkal és zsellérekkel gyárat indítani nem lehet. Kérem szépen, ezeknek nem volt iskolájuk, ezek nagy része analfabéta volt, ezeknek nem volt semmi szakmájuk, és így tovább. Tehát ezt a gyárat is szakemberekkel tudták megindítani, amit főleg külországokból hoztak be. Ezeket a szakembereket jobban megdotálták, az igyekezett kérem szépen a Mutrendszer ura is szorosabban maga mellé állítani, kérem szépen, többet adni nekik anyagilag, többet adni nekik erkölcsileg, és akinek többet adnak és a másiknak kevesebbet ad, kérem szépen, az egy helyen dolgozik, akkor mából megvan az ellentét, kérem szépen. A tiszta paraszti gazdálkodású, szinte félfeudális állapotban élő falu 1000 lakos számról az utóbbi 100 évben 5000-es községé, nagyközségé fejlődik, ez döntő mértékben az ipartelepítéssel függ össze. Külön lemezgyári kolóniát hoz létre a Rima, és a falu fokozatosan elhagyja őseinek foglalkozását, az őstermelésről áttér a félig munkás, félig paraszti életmódra, majd beolvad a gyár és a bánya munkástársadalmába. Megemlítendő Volni József alapítónak a neve, aki mérnöki képesítéssel rendelkezvén tudta azt, hogy mit csinálnak Nádasdon, és miért éppen Nádasdon csinálják ezt az ipartelepítést. A nádasdi vasgyárnak, de magas az ablaka. Gyáros legény, ott könyököl ki rajta. Sűrű a fázöld levelei déki. Gyáros legénye, szeretőm gyárkapuba gyereki. Hát nagyon megtetszett eleinte, mikor bekerültem ide a hengerműbe, hogy ezt az elég idombasak ezeken, mert így is elég ideje van, alakja van neki, de mikor ott nyújtotta apám, úgy szinte megtetszett, hogy nézd ma, ezt nekem folytatni kell továbbra is.
úgyhogy akkortól megszerettem egy bizonyos ideig. És a maga gyerekeinek ezt nem mondaná? Ja, mondtam milyen neki, de azt is, hogy milyen fizikai erővel keresünk mi a kenyeret, meg a pénzt azért. Mondtam neki, fiam, ha csak tehetett, tanulj, majd lesz valahol. Egy időben meg akarták szüntetni a gyárat, hallott róla? Hallottam igen, hogy fekete felhők jönnek a borsodnádi gyár felé. Szinte el voltam keseredve, hogy ma nem az évem után is, hogy hova megyek ma azután dolgozni, mert azért nem mindegy, hogy a falumtól mondjuk most ma majd busszal járunk 10 perces járra. Mennyit keres? Hát most 5,5 ezért, 6 ezerig felmegy a keresetem. Szereti ezt a munkát? Hát most nem mondhatnám, hogy szeretem, de eddig szerettem. De tetszett is, de most nem mondhatnám rá. Na de miért szerette idáig? Mi volt a szépben? Hát, ezt mondja el. Mondjuk a szépnek láttam azt az egyet, hogy elég jó pénzt kerestek abban az időben, annak ellenére, hogy sokat izzadtunk, de mit mondjak rá, hat ellen, mivel nem volt olyan lehetőség, hogy elmettem volna iskolára, mint ma a mostani fiatalok. Borsonnádasdi lemezgyárat államosítása óta központilag nem nagyon fejlesztették, sőt, több ízben meg akarták szüntetni. Ön miért küzdött mindig a gyár létéért? Erre nem nehéz válaszolni, hogy miért. Elsősorban azért, mert ez a gyár ez 1864-ben épült. Ez már 113 éves. Itt kérem szépen, ez a kohász szakma apáról fiúra szállt. Nagyapára szállt, kérem szépen. Ezt nem lehet olyat első képzelni, ahol itt ilyen dinasztia van, ahol egy szeretik ezt a gyárat az emberek, kérem szépen. Egyszerű emberek. Ha egy egyszerű emberek úgy szeretik, hogy majdnem mind a saját házukot otthon, akkor egy igazgatónak mindent meg kell azért tenni, hogy itt gyár legyen. Ez a gyár 1968-tól, tehát az új gazdasági mechanizmus rendszerében nyereségesen dolgozik. Ez évről évre nyereség részesedést fizet, olyan 18-20-22 napot. Az igaz, hogyha összehasonlítjuk, hogy ennek a gyárnak lemezgyártásnál gazdaságos-e és termelékeny-e a gyártmányai, akkor azt nem lehet mondani, hogy talán ez egy európai szinten van, vagy ezt kérem szépen világszinten van. De egy belső strukturális átalakulással ez a gyár már most más, mint 1960-ban vagy 65-ben is volt. Ennek már új gyártmányok teszik ki 40%-ban termelési értékét. Ez a gyár csinálja az összes magyar autóbuszoknak a felnieit, tehát a kerék pántjait, ráfjait. Eddig ezt importból kellett behozni. Amilyen sok-sok dollárt kellett kiadni, most nem kell kiadni érte semmit. Csináltunk modern, teljesen automatikus szemes terménytárolókon. Évente 10 000 tonnát borsodnádas meg tud ebből a prima létesítményekből csinálni. Ez ezelőtt 2 évvel még ennyi volt, 10 000, most különböző okok miatt a gazdaságoknak kevesebb a pénze, nincs ennyi rendelés. 10 000 tonnára. Akkor megint válságban vannak? Hát lehet úgy mondani, ez egy olyan, hogy mi talán ez borsodnádasra jellemző, hogy a fejlődésén kérdez, hogy mi mindig olyan, úgy fejlődünk, hogy majdnem becsukunk még egy kicsit, majdnem tönkre megyünk, azt megint úgy ugrunk, még úgy fejlődünk. Tehát most fékpofát akarunk például még megint, mint gazdaságosabb gyártmán csinálni, a járműprogramhoz való további
mondjuk ennek a beilleszkedése, vagy a gyárműprogramhoz való csatlakozás további része. Most kérem szépen a fékpofákot akarunk gyártani. Nagyon nehezek itt a munkakörülmények. Hát eléggé nehezek sajnos még mindig. Annak ellenére, hogy ma már lényegesen könnyebb, mint ezelőtt 10-15 évvel is voltak. A kisgépesítés egy 5-6 éves téma, körülbelül Borsod-Nádasdon. Azelőtt teljes egészében kézzel ment a munkavégzés, még ma is egy-két helyen. Hát ott, ahol nem sikerült a kisgépesítéssel még előre haladnunk, még mindig kézzel megy sajnos a munka. Ez úgy gondolom, hogy a jövő témája az, hogy a kisgépesítéssel tovább haladva, ott is teljes egészében kiküszöböljük a nehéz fizikai munkát. Ez nem csábítja ide a munkaerőt? Sajnos egyáltalán nem, mert ma már nagyon kevés olyan 18 évet betöltött fiatalember van, aki itt ennél az üzemnél vállal munkát. Annak ellenére, hogy viszonylag elég jól lehet keresni. Én a vállalathoz 1947-ben kerültem dolgozni, akkor 12 éves múltam, kazántisztító gyerekként vettek föl, és ott dolgoztam, velem hasonlókorú gyerekekkel. Lévén az a munka eleve olyan volt, hogy kis termetű gyerekek kellettek ahhoz, hogy a kazánba egyáltalán elférjenek, és hát engem is több hasonló sorstársammal együtt, akkor vettek fel a gyárba. Hozzáteszem, hogy ez is csak úgy sikerült, hogy a fölvételnél egy évet csalni kellett, mert nem akartak fölvenni, csak akkor, ha legalább már a 14 évhez közel vagyok, és így a születési évszámomat hát egyel meg kellett csalni. 15 éves voltam, mikor a szerelőbe elég